104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok, velünk történt magazinműsorunkat hallják, és benne is az életen át tartó tanulás blokkunkat, amelyet ugye egy 2 hete hoztunk vissza a Gál Ferenc Egyetemmel közösen együtt működve. Most dr. Nyári Csaba, dékán helyettes, egyetemi docens van itt a telefonvonal. Túlsó végén tisztelettel üdvözlöm, kellemes karácsonyt! Ó, köszönöm szépen, hasonlókat kívánok önnek is, és köszöntöm a Rádió 1 hallgatóit, és számukra is kellemes ünnepeket kívánok, meg boldog új évet! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre áll. Itt az életen át tartó tanulásban különböző szakokat mutatunk be. A mai témánk a pénzügyi és számvitel alapszak. Így van. Ugye maga ez a pénzügyi számvitel alapszak képzésünk az intézményben már 1994-es évig nyúlik vissza, hogy amikor elindult az első képzésünk. Azt azért tudni kell, hogy a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, ez a közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, amelyek olyan tantárgyakat foglalnak magukba, mint például a sokak által azért kevésbé kedvelt matematika, statisztika, informatika, vagy akár a mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi közgazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, és lehet nézni sorolni a számvitel, kommunikáció, szaknyelv, meg a menedzsmenten keresztül szépen sorolva őket, és meg kell említeni még, hogy emellett ugye a hallgatóink társadalomtudományi alapismereteket is, többek között EU-s ismereteket, általános és gazdasági jogi ismereteket, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia területeken is bővíteni tudják a tudásukat. És természetesen maga a szakmai törzsanyag is, ugye amelyek a speciális tudást biztosító ismereteket foglalják magukba, a pénzügyi számvitel területén is ilyen megtalálhatóak. Hát ez nagyon különleges volt, amit mondott, és jó tömör, tehát EU-s ismeretek, nekem ez ragadta meg. Ott mit mutatnak be, vagy mit tanítanak a hallgatóknak? Hát ugye, hogy az Európai Unió része vagyunk, tehát ennek következtében fontos számunkra is, hogy tudjuk azt, hogy gyakorlatilag mivel is tartozunk bele, tehát milyen előnyei, esetlegesen milyen hátrányai számadhatnak ugye bárt az Európai Unióhoz kapcsolódóan. És ugye láthatjuk, meg hallhatjuk napjainkban is, hogy azért itt folynak a küzdelmek, hogy ki mindenki ugye próbál harcolni a saját jogaiért, és ugye szeretné elérni ebből az EU-ból is, hogy a közösből ugye minél többet kaphasson, és természetesen az uniónak is vannak elvárásai, ebből a közösből, hogyha ad ki, akkor ezért cserébe mit vár el a többiektől. Azt tudni kell, hogy a diploma megszerzéséhez jelen körülmények között ugye nyelvvizsga követelmény is van. Ez egy államilag elismert, legalább középfokú C-típusú szaknyelvi, vagy pedig felsőfokú C-típusú általános nyelvvizsga kell, hogy legyen, illetve ezekkel legyen értékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél is megfelelő hozzá. No hát akkor már csak annyi kérdésem lenne Csaba önhöz, hogy mit tapasztal így a szak népszerűségét tekintve. Én úgy tapasztalom, meg úgy hallom, hogy ez nagyon népszerű a pénzügyi számvitel. Igen, hiszen gondoljunk bele, hogy ugye miért is érdemes ezt választani, ezt a szakot. Ugye akik megszerzik a diplomát, azokat sikerült felkészíteni a jövőjükre. Ugye olyan gazdasági szakemberekké válnak, az elméleti tudás mellett megfelelő gyakorlati ismereteket, készségek és képességek birtokában alkalmasak, például pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, vagy hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére. Önálló finanszírozási döntéseket tudnak hozni, mérleg, beszámolók, eredménykimutatások elkészítésére alkalmasak, a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére, a számítási politika, számítási szabályzatok készítésére, vagy maguk a gazdasági folyamatok, szervezeti események, komplex pénzügyi számíteli következményének meghatározására, valamint a gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására. Tehát az itt megszerezhető tudás és készségek az üzleti életben nélkülözhetetlenek. És fontos az is, hogy szerintem ennek következtében, hogy a mindennapi életben is meg tudják állni a helyüket, ezen tudással, illetve tudják azt hasznosítani is. Hát akkor legyen ez a végszó. Csaba, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem volt itt a Velünk Történt magazin életen át tartó tanulásában. Kellemes ünnepeket, sikerekben gazdag és egészségben gazdag 21-es évet kívánok önöknek. Norbert, nagyon szépen köszönöm, és hasonlót kívánok önnek is, a kedves hallgatónak is. Minden jót, viszont hallásra. Velünk Történt magazin műsorunkat hallják itt a 104 Rádió 1-en. Az életen át tartó tanulás blokkunk vendége volt dr. Nyári Csaba, a Gál Ferenc Egyetem dékán helyettese, egyetemi docense, pénzügyi és számvitel alapszakot mutattunk be. No hát kérem szépen, további kellemes délutánt és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!